nagyon rosszul néz ki, három vereség egymást követően, és nagyon fontos volt a mérkőzés, hogy úgy kezdjük, úgy álljon bele, hogy mindenki átérezze a súlyát, és ez így is volt. Azt láttuk a játékosokon, hogy igenis tudta mindenki, hogy ezt a mérkőzést bármilyen játékkal, bármilyen áron le kell hozni. És én nagyon hiszem azt, hogy a győzelem győzelmet szül, és kell önbizalommal fogunk tudni készülni a jövő heti mérkőt. Gratulálunk a Debrecennek. Összképében nézve megérdemelten nyerték meg a mérkőzést, mi adtunk egy fél idő előnyt sajnos a Debrecennek. Az első fél időben annak ellenére, hogy mélyebben álltunk, túl passzívak voltunk, és rossz döntéseket hoztunk. Amellett én úgy gondolom, hogy a második fél időben azért nem jutottunk el sajnos azokhoz a helyzetekig, amiket elkezdtünk kidolgozni. Lehetőségek voltak, csak az utolsó passz, vagy éppen lesőfutás volt, amik ezt meggátolták, de hát természetesen mindenből kell tanulni, lehet is tanulni, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a vereség a tanulási folyamat része, és a jövő héten jobban fogjuk csinálni. Úgyhogy